A felmérések szerint több mint az emberek fele hisz az UFO-kban, és körülbelül 5%-uk állítja azt, hogy látott már UFO-t vagy annak tűnő tárgyat. Sziasztok, én David vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek a top 10 leghíresebb UFO észleléseket. Tizedik. Kalifornia és a középnyugati űrhajók 1896-1897. Sokakat meglephet a tény, hogy a félreérthető fények az éjszakában már több mint egy évszázada is okoztak meglepetéseket az emberek számára. Az első ilyen élményekről több száz ember számolt be 1896 novemberében Sacramento-ban, Kalifornia államban, ahol különös fénylő objektumok mozogtak a levegőben, a körülbelül 48 km/órás sebességű széllel szemben. Az égi látványosság egy hét múlva újra megismétlődött San Francisco felett, majd újabb és újabb városokban, mely hamarosan igazi médiahisztériát eredményezett. 1986 telén aztán két hónapig egy beszámoló sem érkezett a jelenségről, majd nem sokára a cigaretta alakúnak leírt repülők újra megjelentek Nebraska-ban, Michiganben, Minnesota-ban és Texasban egyaránt, majd 1987 áprilisa után soha többé nem tűntek fel. Bár sokan gyanakodtak arra, hogy csupán a média által kreált eseménysorozatról van szó, a több mint ezer egybefüggő beszámoló mégis máig szkeptikussá tesz mindenkit az ügyben, melyre máig nincs biztos magyarázat. 9. Washington DC 1952. 1952-ben a nemzetközi repülőtéren dolgozó földi figyelők radarjaikon észleltek számos objektumot, tovább a horizonton is megfigyelhetők voltak villogó fények és fénycsóvák. A munkások azonnal tájékoztatták a légierőt a különleges észlelésről. Az első eset július 13-ára tehető, a második pedig július 29-ére. A megmagyarázhatatlan égi jelenség még az elnök figyelmét is felkeltette, aki a legendák szerint még azon is elgondolkozott, hogy valamilyen ellentámadást indít. Mivel úgy döntöttek embereivel, hogy a legjobb védekezés a támadás, létrehozták a Robertson panelt. Az alakulat különleges kutatókból állt, akiknek az volt a feladata, hogy tanulmányozzák a Project Blue Book-ot, mely 18 évnyi gyűjtögetés után hozott létre a légierő 1969-ig bővítve, míg már több mint 12.000 UFO észlelés volt benne. A döntést végül sok kritika érte, mivel sokak szerint nagyobb szükség lett volna arra, hogy leleplezzék az UFO-kat, mint arra, hogy tanulmányozzanak régebbi észleléseket, minden esetre az esetre máig nem adtak magyarázatot. 8. Fények Phoenixben 1997. Valószínűleg az utóbbi idők legnagyobb UFO észlelése volt a Phoenixi, már csak azért is, mert rengeteg szemtanúval bír, akik között többek között ott van az állam kormányzója is. Arizona lakosai 1997-ben érdekes látványt figyeltek figyelemmel. Március 13-án több mint 3 órán keresztül rengeteg fényecske mellett többek között egy hatalmas háromszög alakú objektum is úszott az égen. A hivatalos magyarázat szerint néhány fény A-10 Warthog típusú repülőgépektől ered, de a nagy háromszögre máig nem találtak és nem adtak biztos magyarázatot. A jelenség később nem ismétlődött meg, a körülötte csapott sajtóhisztéria viszont sokáig elhúzódott, az eset körül pedig máig sok vita van. 7. Gettysburg, Pennsylvania, UFO becsapódás 1965. 1965. december 9-én egy hatalmas tűzgolyó sövített át az égen, a jelenségről pedig 6 államban is beszámoltak, plusz Kanadában is akadtak szemtanúk. Az objektum végül egy kis pennsylvániai városban, Gettysburgben csapódott be.
Az esetet először azzal magyarázták, hogy valószínűleg egy tűzgolyóról lehetett szó, szokatlanul nagy fénnyel bíró meteoritról, de a helyiek komolyan megijedtek, mikor a területet elöntötték a fegyveres katonák, akik beszámolók szerint a bokrok közül egy furcsa, tojásszerű képződményt is kihúztak. Egyesek szerint egy szovjet műhold csapódott be a földbe, de ez a gondolat sokak számára volt kétes. Főleg miután az oroszok nem hiányoltak egy műholdat sem. A találgatások máig folynak, a NASA pedig nem sok információt közöl bármilyen eredményről is. 6. A Mantell baleset 1948. Bár a földbe 1948. januárjában Kentuckyban egy pilóta, Thomas F. Mantell kapitány csapódott, az ok egy valószínűsíthető UFO-ra vezethető vissza, melyet a becsapódó repülő üldözött, Mantell oxigén nélkül merészkedett túl magasra, miközben egy ezüstszínű, lemez alakú dolgot üldözött, a repülés közben viszont elvesztette az eszméletét. A nyomozások szerint elképzelhető, hogy a pilóta valójában egy Skyhook légballont kezdett el üldözni. Az eset sok változást hozott. Az emberek egyrészt szkeptikusabbak lettek az UFO-kkal kapcsolatos beszámolókkal szemben, másrészt viszont arra is rájöttek, hogy nem biztos, hogy a látogatók jó szándékkal érkező kedves zöld lények lehetnek, és nem biztos, hogy azt szeretik, ha mi vagyunk rájuk kíváncsiak. Ha tetszett a videó, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, 5 like, és jön a folytatás, és támogassátok a csatornámat egy feliratkozással is. Köszönök minden egyes feliratkozást, és a figyelmet is. Én David voltam. Na, hello!